Dávid? Dávid? Neked ki a kedvenc trap előadód? Biztos Gege vagy Baba Aziz. Ez jó kérdés. Szerintem nekem Young Jeezy. Tényleg? Nem a Lil Frak? Dehogy is. Akkor már inkább Gucci Mane. Ezekről még életemben nem hallottam. Micsoda? Csip csip! Sziasztok, Simon Dájt vagyok, az első évadot, hamarosan befejező első magyar zenemegfejtő, és ezen a héten beszélünk egy kicsit Kapitány Máté legújabb albumáról, a Jeep A-ról. Mátét az egyre népesebb magyar telefonal egyik, hanem a legkiemelkedőbb személyiségének tartom. Nem csak én vagyok így ezzel, hanem a rajongótábora is egyre növekszik, valamint érdekes, hogy egy ilyen underground előadót is, mint ő, már egy ilyen neves cég, mint a Universal Music le tudott szerződtetni, és már az ő gondozásába jelenik meg ez a legújabb lemez. Csip, csip! Závodi óta most érzem először, és nagyon-nagyon jó ezt érezni, és nagyon jó, hogy megint ezt tudom mondani, hogy végre egy olyan produkciót hallok, illetve látok, ami nem az, hogy a nyugati trendeket másolja, hanem inkább azt érzem, hogy egy kicsit ilyen magyarosítja azt, ami most nyugaton eléggé megy ez a treppeskedés. És a párhuzam Závodi Marcival egyébként azért is helytálló, ugyanis Máté nem csak hogy a szövegeket írja, hanem saját maga szerzi a zenéket is. És számomra ez emeli leginkább ki a többi treppes előadók közül itthon, hogy az egész albumnak, meg az egész vibe-nak, amit Máté képvisel, annak megvan a saját maga stílusa, és nem az van, hogy egy ilyen döcögősebb alapra ő így mély hangon így rappelget, és mennek az ilyen teljesen semmit mondó szövegek, hanem itt igenis azt hiszem észre, hogy vannak ilyen kis finomságok, már az albumborító is, és egy ilyen furcsa vibe-ot mutat, illetve a számok között is találunk ilyen kis easter egg-eket, visszatérő motivokat, tehát hogy nagyon egybe van az egész stílus. Csip-csip! Már az első szám is, ahogy kezdődik az album, az egy ilyen kegyetlen nagy banger. Pontosan így kell elkezdeni egy ilyen stílusban mozgó albumot. Berobban, és utána már nem is nagyon enged el, és a hat szám alatt ez az érzés van végig bennem, hogy most bekerültünk Máténak ebbe a teljesen elvont világába. Azokat az előadókat szeretem nagyon, akik jó érzékkel és igényesen tudnak tisztelegni a kedvenceik, vagy a példaképeik előtt. Egyébként Kid Cudi és Travis Scott is ezért futott be, mert ők nagyon jól tudták ezt a Kány és virágot tükrözni, és nyilván azóta meg már őket utánozza mindenki. Többek között szerintem Máté is nagyon-nagyon erősen építkezik ezekből a Kid Cudi-s, Travis Scott-os elemekből, meg egy nyilván Kanye-ból, tehát ezt nyilván mondanom se kell, hogy minden, ami mai popzene, ami mai mainstream zene, vagy akár lehet egy kicsit underground is, az minden Kanye-hoz lehet visszavezetni. Nekem, ami kiemelkedik az albumról szám, az a Sári címet viseli, ami egy kicsit ilyen paródia, legalábbis ilyen minimális paródiának érzem, ugyanis Máté rátalált arra, ami nagyon mulatságos, hogy ez a Sári szó, ez tökéletesen megegyezik, vagy nagyon-nagyon hasonlóan hangzik, mint az angol nyelvben az a slang szó, az a Sári, ami ugye a csajszit jelenti, és elég sok trap számba, illetve rap számba ez a szó, ez meg is jelenik, és ő ezt nagyon ötletesen és viccesen tudta magyarosítani. Érdekes, hogy közben meg néha ez a szó, a Sári, mert a Sári, az még hallatszik is ilyen adlibként, tehát hogy viccesen tudja ötvözni, és nekem egyébként ez a szám, ez egy tökéletes iskola példája annak, hogy nem kell a mai rapzenébe, magyar rapzenébe feltétlenül ilyen ronyrázós, ilyen pénzdobálós, ilyen márkákat, bebefögő szövegeket írni ahhoz, hogy egy ilyen igazi clubbangert kiadhasson az ember. Hiro. Bocsánat, megfásztam egy kicsit. Csip, csip! Máté első albumán, az Ezüst Feketén, elég sok olyan zene volt, amiben voltak külföldi számokból mindenféle szempelök. Én teljesen oda vagyok az ilyen fajta beatekért. Én ezeken nőttem föl. Kicsit ezen az albumon hiányoltam ezeket. Tudom én nyilván pontosan azt, hogy a Universal nem olyan könnyű ezeket jogi úton megjelentetni. Ettől függetlenül hatalmas pacsi
olyan, hogy ennek a szám végén hallhattunk egy minimális In The Club sample-t. Go, sorry. Kiemelném még a 16 című számot, ami egy ilyen klasszik, ilyen Rap Your Hood himnusz. Igazából ennél hallottam már jobb olyan számot, ami a saját városát vagy városrészét reprezentálja az aktuális előadónak. Itt most mondanám a Curtisnek az Újpest negyedemet, vagy a Kezdetnek van a Budapest mód, de szerintem ami a top, nekem legalábbis az a Subbase-nek a Gyulafirátót című megaslágere. Ettől függetlenül nem éreztem azt, hogy nekem most fú, de mindenképpen el kell jutnom a 16. kerületbe ez a szám után, de kapunk egy kis értelmezést annak, hogy miért ez lett az album cím, ugyanis ugye a Jeepeknek is van egy ilyen 4x4-es meghajtású változata, és akkor 4x4, az 16, és akkor ő meg a 16. kerületből jön, tehát hogy itt is még egy ilyen kis easter egg, amiket én nagyon csípek, és azt is értékelem, hogy nem az, amit sokan csinálnak, hogy egy mondjuk a legnagyobb slágerükről nevezik el az album címet, ez kicsit ilyen megúszós, itt meg azért érzem azt, hogy itt vannak gondolatok az egész mögött. Csip-csip! Srácok, nekem ez az album, a Dalamtapadás Magyar Trap Atlaszán egy igen erős 10/8, simán az év meglepetés albuma nekem, és úgy mondom, hogy album, hogy közben még csak a felét hallottuk, ugyanis nem véletlen van a címben az, hogy 2.A. Úgy hallottam, hogy ez csak az egésznek az A oldala, és hamarosan megkapjuk a B oldalt, ami megint csak egy nagyon király ötlet, és nem nagyon szoktak ennyire kreatívak lenni itthon az előadók. Lehet, hogy most nem lesz igazam, de ez nekem csak egy ilyen kis belső vágyam, hogy a B oldal az még jobban ilyen experimentális lesz. Lehet, hogy mondjuk a Máté kiad megint 6 számot, amiből a 3 az csak instrumentál, és a másik 3 meg csak ilyen énekelgetés, vagy ilyen laza, ilyen vibe-olás. Nem tudom, én ezt csak abszolút kinézem belőle, de ettől függetlenül azt tuti, hogyha megjelenik, akkor én azt egyből meg fogom fejteni. Csip-csip! Srácok, ha tetszett a videó, akkor lájkoljatok, illetve iratkozzatok föl, ha még nem tettétek. Tudjátok, van Instánk, van Facebookunk, plusz csináltam most is egy Spotify-os playlistet. Az lesz a különbség most, hogy annak ellenére, hogy eddig mindig magyar számokat tettem bele, most akarok egy csak és kizárólag régi, legendás, true amerikai rapperekkel tüzdelt lejátszási listát csinálni. Én Simon Dávid voltam, Kapitány Máté, Jeep A 2019, Carpe tegnap volt, ma Carpe Diem, én Carpe... Csip-csip!